Tíz amerikai hársfát ültettek május 30-án a Bükköny és az ott található játszótérre. A zöldítési akcióban Hoffman Tamás polgármester is részt vett. Ez a környék az utóbbi időben több fát is feszített, fapusztulás is volt a Bükköny ezért szeretett volna az önkormányzat segíteni az itt élőkön. A játszótéren pedig árnyékot adnak majd a nyári melegben a most ültetett hársfák. Fákat ültettünk a Bükköny ezen a részen, ahol a az elmúlt időkben volt fa pusztulás is, meg egyszerűen újra szeretnénk zöldíteni ezt a területet is. A polgármestertől megtudtuk, hogy az elmúlt évek zöldítési akciója idén a Sáfrány utcában folytatódott, ahol az útszéli zöldsávok újralétesítésével indult meg a forgalmas útvonal zöldítése. Itt is van még feladat, hiszen régen itt a 10-15 évvel ezelőtt a járdák le lettek betonozva, a fa helyek le lettek betonozva, hát ezeket most újra fogjuk ültetni, újra igyekszünk zöldsávokat is létesíteni ezeken a területeken. Az új budai önkormányzat tavaly a fővárossal összefogva 1111 új fát ültetett a 11. kerületben, köztük olyan forgalmas helyeken is, mint a Budafoki út. A zöldítési program idén is folytatódik. Ez egy folyamatos munka, igazából itt azt is nézni kell, hogy milyen fákat kell pótolni, vagy hol vannak ezek a területek, amelyek régen valamilyen ok miatt esetleg leaszfaltozásra kerültek, hogy vissza lehessen zöldíteni.